jó estét, hölgyeim és uraim, a nagy tankfoci VB döntőjébe, ahova csodálatos módon bejutottak a magyarok kék angyalai. Ellenfelünk a papírforma szerint természetesen zsinórban nyerő orosz Red Devils csapata lett. Nem volt könnyű ideig eljutni természetesen, kedves hölgyeim és uraim, hiszen a horvátok fehérlovasai ellen fej-fej melletti küzdelemmel tudtunk csak 3-2-re a végén nyerni, hogy bejussunk idáig. Persze az angolok vöröskabátosairól is meg kell emlékeznem, akik végeredményben emlékezetes, de végül is csúfos kudarcot vallottak. Hoppá, már kezdődik is a meccs. Egyik játékosunk már is szágult a labdához, de hopp, a labda előtt, és majdnem fölborul a tankja. Igen. És kemény csata indul a labdáért közben. Folyamatosan lövik egymást, a labdát, amit érnek. Végre megszereztük a labdát, megindulunk kapu felé, az oroszok rendesen hárítanak, és már is küldik vissza a labdát a térfelünkre. Egymás után történnek a lövések, egyelőre céltalanul. Ó, leláncolták játékosunkat, aki rögtön már is leláncolja az ellenfeli játékosát. Erre folyamatosan lehet számítani ebbe a játékba, egymás lánctalpát lövik, hogy mozgásképtelené tegyék a tankokat. És a labda már is megy vissza az ellenfél térfelére, de ott a felező vonalnál igen kemény csata alakul ki. Hát a füstöl nem sokat látni időnként, de most a játékosaink egymás zavarják, de a labda hoppá már is tovább indul. Ez az a kapu felé, az ellenfél kapuja felé. Átmentünk az oroszok között, egyik játékosunk van a labda után, egyenesbe kapura, a másik bevédi oldalról, és már benn is van a labda, gól! 1-0-ra a magyarok vezetnek, szérem! 1-0-ra! Oda kell figyelni, mert a labda már is benn van középen, egy orosz játékos már is megindult felé. Hopp, rögtön le is láncolni, ne tudjon tovább menni, a labdát egy lövéssel küldik a kapunk felé, de minket is leláncoltak. Vajon most mi lesz, kérem? Hopp, egy irányzott jó lövés, de mellé ment sajnos. De jó van, a következő játékosunkat utolsó erejével elre tudta rúgni a labdát. Ez az, szépen kivisszük a labdát a 16-osból, és ott a saroknál elakadunk. Mindenki oda gyűlik, hát ebből egy szép kis kupac lesz. Dördülnek a lövések, folyamatosan egymás lánctalpát szedik le. Ott középen a labdája, szép kis küzdelem alakul, egymást kulogatják előre hátra, de a labda valamiért nem megy onnan. És a labda megindult a kapunk felé. A gólból előtt dördül végig, és sikerült kikanalazni a végén az utolsó pillanatban. Remek, kérem, remek, remekül hárítottak a magyarok. Oroszok mennek a labdáért. Hát nem igazán tud velük mit csinálni. Pattog a labda a tankok között. Sarokra. Egymás láncolják a játékosok folyamatosan. Hát kérem, ez itt most egy picit beállt. De a végén meglátjuk, mi lesz. Hoppá, majdnem elkanalazta az orosz előnünk a labdát. Visszapattan a falról, átgödve a tankunk gond, és a orosz már is lecsap rá, nagyon szépen, nagyon ügyesen viszi a kapunkhoz, és bevitte. Egy-egyre egyenlítettek az oroszok, kérem. Szép volt tőlük, szép volt. De már is lendülünk a labda iránt, mert most dobtak be a játékosunk, elkapta a labdát, azonnal viszi, nincs rajta senki, üresen megy a kapura. Üresen, de leláncolták. Kérem, most mit fog tenni? Igen, egy irányzott jól, és gól! Szép volt, 2-1-re vezet meg a magyarok újra. Oda kell figyelni, mert a labda már is középen, ami megindult a kapunk felé. Két játékosunk utol előre a labdáért, hogy megszerezze az oroszok elől. És végül is egy irányzott lövéssel, még egyet, sikerül a kapu elől elvinni a labdát. Ha visszapattan a falról, az oroszok indulnak érte, leláncoljuk őket. Nem sikerült eltalálni a labdát, oroszok ott vannak a labdáért, magyarok mellettük. Viszi a sarokra, megpróbálja a sarkon átvinni. A labda nem pattog eléggé, orosz sikeresen leláncoltuk, a magyarunk megpróbálja kikanalazni a labdát. Nem pattog elég a lendület, nem pattant elég nagyot a labda, az oroszok és kicsit itt most beakadtak a saroknál. Vajon mire készülnek? Próbálják ölésekkel mozgatni, de nem igazán nagy sikerrel. Egyik játékosunk fogja az orosz tankot, de hopp, az oroszok most szépen közre fogják a labdát. Vajon mit akarnak ezzel? Lehet, hogy így akarják kapuig vinni a labdát? Érdekes. Folyamatosan dördülnek a lövések, egymás leláncolása állandóan megy. Hopp, a labda átment az orosz fölött, és megindul a kapu felé.
szépen gördül végig a gólvonal előtt, és hál' Istennek mellé ment. Azonnal mennek a játékosok a labda irányába, már aki mozgásképes és épp nincs leláncolva. Hopp, a magyar már is láncolt az orosz egy lövéssel. Az oroszok rajta vannak a labdán egyből. Most érkeznek be a versenyzőink, és egy kis ütközés, cipodás. Ott pattog a labda a játékosok között. Úgy, de szépen föltolták egymást. Labda kigördül közülük. Oroszok megpróbálják megszerezni, de hál' Istennek ott vagyunk, ilyen ott vagyunk. Ez elég kellemes kis közelharc. Folyamatosan lövik egymást a játékosok. Az a labda meg csak nem akar megindulni a versenyzők közül. Szépen beállt oda. A füstől jó lenne valamit látni is néha azért. Ho-ho-ho! Egy kis ideges játékos, úgy látszik nem tetszett neki, hogy folyamatosan leláncolt. Hopp, a labda. Szépen pattogott a tankok között. Hopp, átgörült az oroszon. Oroszok megint, magyar megindul bele. Remek, remek kérem. Ott a kapu üresen. Hopp, de leláncolták a magyar játékost. A másik ott van rögtön rajta, átveszi a vezetést. Viszi a labdát. Oroszok balról próbálják lőni. És benn van, és ez az, és 3-2-re megnyertük a foci védőt. Legalábbis a nagy tank foci védőt, ha már a brazil védőre nem sikerült kiütni, legalább így nyertünk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a viszontlátásokat!